hanem az aha élménnyel kapcsolatban, ugye, ez egy intuíció kérdése. Én nem vagyok egy misztikus ember, tulajdonképpen, de kezdtek hízni valamiben, ami mintha vezetne. Na már többször megtört, általában rendszeresen megtörténik, hogyha én valamit gondolok, valamilyen tétel, és ami rossz érzésem van abban kapcsolatban, akkor abba hagyom. És van, amikor jön egy ilyen gondolat, általában az a hipnogógikus állapotban, hogy az felébredés előtt, ugye. És akkor azt folytatom, próbálom folytatni. De még olyan buta dolgok is történnek, hogyha én valamit leírtam, és én próbálom elküldeni valakinek, és nem megy át, és nem értem miért, akkor nem írok többet. Valami vezetés valami, még a technológiában is benne. Nekem az az igazi a hajlőményem, Ken Wilberrel, vagy bárki, vagy Gurdjieffel valakivel kapcsolatban, ugye, hogy én elolvasom, és nekem azt mondja, ah, igen, ez tényleg, valószínűleg ez így van, akkor jó, akkor tovább megyek. Ha nem egészen győz meg intuitív alapon, akkor keresek tovább. Szóval én rábízom magamat abban, hogy van egy racionalitás, de a racionalitás arra kell használni, hogy az ennek az intuíciót feldolgozza, hogy érthető legyen. Elsősorban saját magának, és hogyha a saját magának érthető, akkor meg kell próbálni leírni. És hogyha az elektronikus rendszer elviszi az a kiadónak, akkor jó kiadni. Szóval ez intuíció. Hisz benne Einstein, aztán hisznenek abban, hogy nem tudós véleményben. És engem ez vezényelt, mondjuk így, ez most autobiográfikus részben. De én azt keresem, ami nekem azt mondja, hogy ez valószínűleg, vagy legalábbis lehető, hogy ez így van. És hogyha ez mond valamit, akkor megpróbálom leírni, és akkor szívesen beszélek róla, és hogyha valaki megmutatja, hogy nem, ez egy kicsit másképp kell lenni, vagy akár kicsit nagyon másképpen kell lenni, akkor én szeretnék képes lenni azt mondani, hogy igen, akkor megpróbáljuk másképpen. De minden esetre egy kötelességem, ha valami nekem azt mondja, hogy ez lehet, hogy ez így van, akkor megpróbálom kommunikálni, és azért is vagyok én. És köszönöm a beszélgetést. Akkor még volt egy kérdés, mit csinálunk, amikor innen kilépünk? Mit kell csinálni? Csináljunk még egy ilyen szemináriumot. Bízzunk abban, hogy a válasz erre bennünk van. Hogy megvan. Keresünk bennünket, nem a külföldi autoritásokat kell keresni. Megvan a válasz. És amikor megjön, akkor megérezzük. Hiszünk bennünk. Azt hiszem, ez az intuíció nem vezet rossz útra, kimondott a rossz útra. Hiszen nem lennénk már itt, nem lennénk már ez a földön, már régen megöltük volna egymást, az intuíció rossz útra vezet volna. Itt vagyunk, természeti lények vagyunk, univerzális lények vagyunk, igen. Egy informált energia halmazott vagyunk, próbáljunk úgy élni, mint aki tényleg informálva van a kozmosz által. Foglaljuk, én fogom lezárni ezt a részét ennek az egésznek, és nincs megbeszélve, de hogy válaszoljak erre a hogyan tovább kérdésre? Kommunikáció már megint. Hogyan tovább, mit kérünk, ha már ilyen szépen összejöttünk itt? Három dolgot kérek. Az első dolog az, hogy továbbra is gondolkozzanak ezekről a dolgokról. Ugye erről szól a globális tudat, erről szól a paradigmaváltás, tehát nem igaz, hogy nem értem. Ha minél többen ugyanazt gondoljuk, annak ereje van. Tehát foglalkozzanak ezekkel a dolgokkal, gondolkozzanak, érezzük azt, hogy igen, van egy háló, van egy szeretet, és szeretnék jobbá tenni a világot. A második, beszéljenek róla. Ahol csak lehet, akinek csak lehet, mindenkinek a maga szintjén. Tessék elmondani, lehet beszélni az alfa generációról, beszélhetünk elméről, beszélhetünk csomó mindenről, a rezgésekről. Minél több embernek elmondjuk, minél több ember kezd el gondolkodni erről, annál erősebb lesz ez a globális tudat, annál inkább elérjük azt, hogy ahogy én mondtam az elején, fölmegyünk és újra hálózatba fogunk kapcsolódni. A harmadik, amit kérek, hogy
mondta itt Ervin is, hogy hadd szervezzünk még ilyen rendezvényeket. Igen, jó lenne, ha lennének még ilyen rendezvények, jó lenne, ha lennének csatornák, ahol el tudjuk mondani, le tudjuk fordítani Ervin gondolatait, és minél több emberhez eljutatni. Van egy alapítvány, én megköszönöm, hogyha támogatják ezt az alapítványt, akár az 1%-okkal, akár pártolótagként, támogatóként, mert minél több, minél nagyobb büdzsénk van arra, hogy a Budapest Klubnak az üzeneteit eljuttassuk az emberekhez, annál hatékonyabban fogjuk tudni ezt a munkát elvégezni. Végül is a Global Executive Council ezért jött létre, hogy amit Ervin elgondolott fönn, azt megpróbáljuk ilyen ernyőszerűen minél több emberhez eljutatni. Én azt gondolom, hogy a mai este az rendkívül sikeres volt. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltak, ne menjenek még el. Most jön még az, hogy Ervin nem kap bort, mert neki muszáj leülni és dedikálni a könyveket. Úgyhogy sajnos te itt maradsz és dedikálni fogsz, mert fényképezkedni. Mindenki más viszont érezze jól magát. Köszönöm, hogy eljöttek, és további kedvesek.